nagyon sokféleképpen össze lehet rakni egy elektronikus zenét élőben. Maga a dal írási folyamat, maga a producerelés, meg maga az élősítés, az teljesen külön áll. És én nekem például egy nagyon nagy mumus volt ez az egész élősítés téma. Én nagyon sokáig, meg utána a bandával nagyon sokáig úgy csináltuk, hogy DJ pultról ment az alap, és azt loopolgattuk, és arra játszott fel mindenki. Ez nem olyan mókás, nem olyan improvizatív, nem annyira játékos élőben. A parkban lesz az első, hogy minden sáv külön lesz szedve, és sokkal improvizatív lesz ezáltal így a zenélés a színpadon. Most ezt fogom megmutatni. Mondjuk kezdjünk egy basszussal. Ami úgy megadja az alaphangulatot, és van egy ilyen mélysége, szóval egyfajta kezdéshez tökéletes, mert úgy elmélyít. Erre szépen talán ráhúznék egy kis szintit. Most már eleget vártunk, jöhet egy kis ritmus. Egy nagyon halvány ének, csak hogy úgy legyen benne valami élő. Tovább mennék a következő csoportra, ami már sokkal ritmusosabb, sokkal erőteljesebb, és úgy igazán lehet rá táncolni, és megindítja az ember testét és lelkét is. Szépen halkan felhúzom a kicket. Most egy szép, óvatos építkezést fogok itt végrehajtani. Még hiányzik a magas, hiányoznak a magasok, de nem sokára megérkezik a cím, és sokkal másabb lesz az egésznek a hatása, sokkal teltebb. Erre már mindenkinek megindul a csípője. Kicsit lenyugtatnám a kedélyeket. A perkát már kicsit unjuk, mert már elég sok ideje ugyanaz megy, szóval... Legalábbis én igen, szóval én átcserélem a 777-nek a perka szólójára. Szépen óvatosan átúszunk a másik dalba. Még lehet játszani, lehet a dobokkal talán játszani. Most megint építkezünk felfelé. A basszus hiányzik. Thank you.
Így. Most itt volt minden. Kicsit bele lehetett lesni, hogy így milyen érzéseket is vált ki az emberből az, amikor beindul mondjuk egy basszus, vagy eltűnik a perka, vagy beindul a kick. Teljesen más, és tényleg csak halvány különbségekről van szó. Vagy milyen érzés, amikor bejön a pergő, vagy milyen, amikor bejön a cím. Vagy milyen, amikor párosul az egészhez egy perka, szólószerűség. Mondjuk legyen el. Milyen ez, amikor az egész dob szekció kiáll. És nincsen ritmus hangszerünk, csak dallam hangszerünk. Csak a szinti, csak a torokének, csak az ének. Élőben erre még nagyon sok minden jön rá. Egyrésztről ugye ott van a gitár, ott van a fuvola, és ott van a szinti, meg az ének. Néha még jön rá plusz perka is. Két mikrofont szoktam használni, az egyik az egy sima fő ének, a másik pedig egy ének pedálhoz van csatlakoztatva, ami annyit tud, hogy amellett, hogy effekteket tud a nyers énekre rakni, még loopolni is tud, ami azt jelenti, hogy ha megy mondjuk egy alap, és én azt szeretném, hogy amit énekelek, az újra megszólaljon ugyanabban a formában, mint ahogy két másodpercet tettem, akkor csak megnyomok egy gombot, elindítja a felvételt, én ugye énekelek rá, és utána amikor úgy döntök, leállítom, és az újra lejátsza azt, amit énekelek, és arra énekelhetek egy második szólamot, arra énekelhetek egy harmadik szólamot, és íme ott lehet egy 3-4 szólamú, 5-6 szólamú élőben felvett ének dallam. Ha élőben van összerakva egy több szólamú ének loop, akkor az sokkal jobban... Nem is tudom. Szóval sokkal könnyebbet kapcsolatot teremt a közönséggel, meg a hallgatókkal.